Köszöntöm nézőinket, önök a Hír Háttér című műsort látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban, és köszöntöm vendégünket is, Borhammer Jenőt, a Movinov Kft. Ügyvezetőjét. Kedves nézőink is tudják, hogy a Movinov Kft. Sokrétű tevékenységgel foglalkozik, de ha nagyon-nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az önkormányzat ingatlanainak a kezelője, de ebben a beszélgetésben valószínűleg még több minden más dologról is szó lesz. Kezdjük a felújításokkal, hisz az önkormányzati lakások karbantartása, rendszeres felújítása, akár a 21. századnak megfelelő körülmények biztosítása, akár a karbantartás egyéb területei is hozzátartoznak. Most természetesen nem arról szeretnénk hallani, ügyvezető urat, hogy mondjuk egy-egy épületben ki kell cserélni a folyosón az izzót, hanem két nagyobb felújításba is fogott a Movinov Kft. Az egyik ezek közül a Sóház. Az tulajdonképpen az első része, hogyha Pozsony felé indulunk. Mit fog itt kialakítani a város? Erről volt már szó, de ügyvezető úr talán precízebben meg tudja fogalmazni számunkra. Megpróbálom, köszöntöm én is a nézőket. A Movinov Kft. Kezeli több mint 500 ingatlanát a városnak. Ezek nagy része lakóingatlan, de több mint 100 üzlethelység is található ebben. A Sóház az egyik, én azt gondolom, legszebb helyen lévő épülete a városnak, és hát az elmúlt években sokszor méltatlan körülmények között volt az épület. Ebből a képviselőtestület döntése alapján a 89, tehát a vártó felőli 14 lakás. Tulajdonképpen, bocsánat, ügyvezetőt, hogyha megakasztom, a kedves nézők most láthatják a képen, itt a vártónál lévő épületet, erről beszélünk most. Így van, a vártó felőli oldalon van a Pozsonyi út 89 szám, ahol 14 lakás és egy üzlethelység található. Ez a képviselőtestület döntése alapján a továbbiakban már nem szociális alapon lesz bérbeadva, hanem szakember lakások kerülnek itt kialakításra. Ennek a fő indoka az volt, hogy az elmúlt években minden a szakember lakások iránt egyre erősödik a kereslet. Ugye ide tartoznak a kórházi dolgozóktól a mindenféle, minden iskolának a pedagógusai, a városháza dolgozói, akik részéről nagy igény volt arra, hogy ilyen szakember lakásba tudjanak élni. Ennek a bérleti díja a jelenlegi piaci bérleti díjnál egy kedvezőbb bérleti díjat tartalmaz, és ezt a sóházi épülettömböt kezdtük el most felújítani. Az idei évben a vízvezeték rendszernek a kicserélése zajlik, illetve eddig nem volt gáz az épületbe, és a gázt vezetjük be a lakásokba. Korábban cserépkályák voltak többnyire, azzal lehetett fűteni. Aki emlékszik egy nyári híradós összeállításunkra, ott láthatta, hogy az akkor ott lakók közül volt olyan, aki akár a benne a szobában, a parketten, vagy éppen a kövön hasogathatta feltételezhetően a feltiszén volt a nyomokat lehetett látni. Aki emlékszik ezekre a felvételekre, azt tudja, hogy elég, ahogy ügyvezető is említettem, tényleg méltatlan körülmények között volt ez a egyébként patinás épület. Így van, és hát most azt szeretnénk, hogyha régi fényében tündökölne ez a szerintem nagyon szép épület. Folyamatosan költöznek ki az előző bérlők, évvégéig járnak le a bérleti jogviszonyok, őket más önkormányzati ingatlanokba helyezzük el, és hát egy szükséges felújítás után pedig a jövő évtől szakemberek veszik birtokba az épületet. Akkor térjünk arra is rá, hogy akkor nem csak ezt az épületet újítják föl, hanem azokat az épületeket, amit egyébként szintén láthattak a nyári összeállításokban a kedves nézők, ott is felújították. Ugye több ingatlan volt a Buda utcában, például Mosonban volt ilyen épületet, azok, akik ott laktak, azoknak lejárt a bérleti szerződésük, de mivel rászorulok, ezért új lehetőséget kaptak, jól értettem, amit? Így van, mindenki számára találtunk elfogadható ingatlant. Ezek részben a Mosoni város részben vannak, részben a már említett Buda utcába. Ezeket is a szükséges mértékig felújítottuk, mielőtt oda be kellett költöznie bárkinek.
Tehát itt egy komfortos környezetbe kerültek, tehát nem is egy, nem csak festés volt, hiszen láthattuk, a Buda utcában voltunk mi forgatni, elég komoly zárat kaptak, a nyílászárók cseréje, parketta, tehát ez egy komplet felújításon estek át azok az ingatlanok. Így van, sajnos azok az ingatlanok is, mint sok az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül, nagyon rossz állapotban volt. Tehát azt gondolom, hogy a 21. században, hogyha ha az önkormányzat lakással segít valakinek, akkor azért ott olyan emberi körülményeket kell teremteni, hogy ott tényleg egy olyan életet élhessen, ami megfelel a mai kor követelményeinek. Egy másik felújítás is zajlott, ami akár félben maradt a külső szemlélő számára, ez pedig a főutcán egy ingatlan. Hogyha elindulunk a Sóház felől a Városháza irányába, akkor én a Hóház után láthatunk egy épületet, aminek szintén elkezdték a felújítását. Ez hogy áll? Így van, ez a főutca 3 szám alatt található ingatlan. Valóban úgy látszik, hogy félbe maradt, de ez nem maradt félbe. Valójában ennek az épületnek a vízszigetelése az, ami már hosszú évek óta problémát jelentett. Penészesedés, illetve vízesedés jelent meg a lakásokba belülről. Ehhez kellett egy ilyen, hát egy elég speciális anyagot felhordani az épületre kívülről, ami gyakorlatilag ezt a vízesedést megakadályozza. Ennek a technológiának a része az, hogy fölhordott rá a kivitelező egy réteget, amit majd a tél végével le kell, hogy onnan szedjen, és akkor kapja meg a végleges külső felületét az épület. Tehát akkor itt zajlik a felújítás, csak vannak türelmi idők, nem lehet mindent egyik pillanatról a másikra. A technológia írja elő ezt a kivitelező számára, hogy szünetet kell tartani. És el fog tűnni, könnyebb lesz az ott élőknek, hisz azért egy vízesedés, ami egyébként sok régi házra jellemző itt Moson-Magyaróváron, talán most téglának is köszönhetően, hogy vízesednek ezek az ingatlanok, de akkor most már megvan rá a megoldás, csak türelemmel ki kell várni. Így van rá a technológia, ami hát el kell mondom, hogy nem olcsó, sőt kimondottan drága, de megvan a megoldás. Azt gondolom, nem csak Moson-Magyaróváron probléma ez, hanem országosan ezek a régi épületek sok esetben van ilyen probléma. Hát azt gondolom, hogy meg fogjuk látni a főút 3 szám alatt, hogy mennyire lesz tartós ez a védelem. A szociális bérlakások nevében is benne van, hogy szociális alapon, nem piaci értéken adja ki az önkormányzat azoknak, akik a megfelelő szempontrendszer alapján rászorulnak. Vannak akkor a költségelvű bérlakások, itt ugye piaci áron adja ki Mobilovon keresztül a város, de hát azért a piaci alapból se nagyon lehet vigéckedni, sok mindent fejleszteni, viszont a Mobilov Kft.-nek a másik, kevésbé ismert, vagy talán az elmúlt években már ismerté vált feladata, az a beruházásokkal kapcsolatos, illetve hát a jobban piacelvű dolog, hisz a Movin Park is a Movinov Kft.-hez tartozik. A Movin Parkkal úgy állnak, hisz ott volt egy területvásárlás, korábban az önkormányzatot vásárolt területeket. Ha valaki arra jár, akkor azért látja, hogy nőnek ki az épületek. Tehát tényleg valóban végre egy ipari park van Moson-Magyaróvár határában, amire évek óta várni kellett. Ügyvezető úr, mit tud elmondani a televízió nézőinek, hogy muzsikál a Movin Park? Így van, nagy örömünkre szolgál az, hogy kisebb-nagyobb területeket alakítottunk ki a Movin Parkba, tehát mondjuk 1500 négyzetméteres a legkisebb telephely, és ettől fölfelé találhatóak négyzetméterbe a továbbiak. A kisebb méretű területekre akkora volt az igény, hogy gyakorlatilag azok elfogytak, úgyhogy már azon gondolkodunk, hogy a meglévő nagyobb területeket hogy lehet esetleg észszerűen úgy kisebbekre osztani, hogy ez a kis-középvállalkozói réteg, aki a városba valószínűleg egy családi házba, vagy egy műhelybe elindult, aztán növekedett, egy következő lépésként ki tud költözni a Movin Parkba. Ezáltal mondjuk nem zavarja a szomszédokat, vagy a közelben lakókat, hanem tényleg egy olyan területre költözik, ami azért közel van a városhoz, de ott nyilván nem okoznak egymásnak problémát.
Elmondhatom azt is, hogy részben az úgynevezett növekedési hitelprogramnak köszönhetően a nagyobb területek iránt is megnőtt az érdeklődés. Sikerült értékesítenünk ezekből a területekből is szép számmal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki elmegy a Movin Park felé, az azt látja tényleg, hogy gombamódra szaporodnak a telephelyek, és már az a kellemes problémánk van, hogy a kontinentál és az SMR mögötti területen, akkor talán tudják a nézők, hogy mire gondolok, ott már a bővítését nem csak hogy fontolgatjuk, hanem már megtettük a lépéseket a bővítés irányába. Nagyon fontos a Movin Parkban lévő cégek, hiszen ők fizetik az iparűzési adót. Ha iparűzési adója van a városnak, akkor abból tud fejleszteni, korszerűsíteni, rekonstruálni. Tehát azért mindenki fontos számunkra az, hogy a Movin Parkra ki lehessen írni a megtelt táblát és a nyilakat, Movin Park 1-2-3, akár tovább tudjunk menni. De maradjunk a Movin Parknál, hiszen ott van egy inkubátorház, ez is a Movinov Kft. Beruházása volt. Kedves nézők, bizonyára emlékeznek, hogy az inkubátorház, mint az inkubátor, ugye lehetőséget ad a kezdő vállalkozásoknak arra, hogy némi segítséggel elindulhassanak a kezdeti nehézségeket, például irodákkal, vagy éppen műhelyen, elkezdik egy műhelyben, és akkor, amikor lejár az idő, akkor már tovább megerősödve tovább tudjanak lépni, önálló helyre tudjanak menni. Beváltotta az inkubátorház a hozzáfűzött reményeket? Ugye hát itt, mivel uniós forrásból valósult meg, így az unió felé is rendszeresen jelentéseket kell adni, tehát ott muszáj azokat a számokat hozni. Beváltotta megfelelő? Így van, szerencsére elmondhatom, hogy abszolút mértékben beváltotta. Egy iroda kivételével, ami 2 hónapja őrült meg, az összes műhely és irodának van bérlője. Ugye itt a pályázat is úgy szólt, hogy a 3 évnél fiatalabb cégek egy kedvező bérleti díjat fizetnek, pont azért, hogy megerősödhessenek, ezzel is segítsük őket. A műhelybe tevékenykedő cégek már eljutottak oda, hogy már kicsi nekik az alapterület. Többen is megkerestek azzal, hogy mit tudunk kínálni feléjük, hogy hova tudnának ők tovább lépni. Úgyhogy most már elindul az, hogy az első bérlők azok megerősödtek, elhagyják az inkubátorházat, és új bérlők érkeznek a helyükre, akik reméljük, hogy ugyanígy így pár év alatt megerősödve újra a piacon tudnak már maguknak akár telephelyet építeni, vagy piaci alapon bérelni. Üzleti titkok elárulása nélkül gondolom a Movinov Kft. Is készül a következő uniós költségvetési ciklusra, és 2014 és 2020 között ugye újrafejlesztési lehetőségek lesznek. Idáig azt hallottuk az országos híradásokból, hogy főleg a gazdaság fejlesztésére törekszenek majd, ami gondolom a Movinov Kft.-nek is majd lehetőséget ad. Így a műsor végén néhány, egy percben akár ügyvezető úr meg tudja ezt erősíteni, a Movinov Kft. Is készül a következő ciklusra. Így van, keressük a pályázati lehetőségeket, ez eddig is a cég életében fontos szerepet töltött be, illetve hát szeretnénk az önkormányzat, illetve a város pályázataihoz is, akár mint korábban tevékenykedtünk, ilyen műszaki, bonyolító projektmenedzseri feladatokat tudnánk ellátni. Még egy utolsó kérdés, vagy az utolsó utáni kérdés, hiszen volt még egy beruházás, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hiszen a Futurában van a Futura Jet, a repülőgép szimulátor, ugye Boeing szimulátorral lehet repkedni. Ezzel hogy állnak? Vagy hogy haladnak? Vagy hogy repülnek? Lehet repülni? Így van, én azt gondolom, hogy nagyon szeretik az emberek, sokakat vonz. Ez egy... Ha nem is egy önálló üzletág a Movinovon belül, de azt gondolom, hogy jól kiegészíti a Futurának a látnivalóit, egy további szórakozási lehetőséget nyújt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes meglátogatni. Köszönjük szépen, ügyvezető úr, hogy elfogadta meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!